Ne! Fordítva kéne. A három nap alatt a Szegedi Halfesztiválra az alábbi nyersanyagokkal készültünk. Körülbelül olyan ponty és harcsafiléből 50 mázsát készítettünk. Emellé még természetesen, mivel hogy most az idén először bajai hallevet is árulunk, egy 6 mázsa egész pontyot is daraboltunk föl, illetve 600 kiló csirkemellfilét a bácskaihoz, 8 mázsa burgonyát hoztunk ki, szegedi paprikát, a 100 kilót, sót 80 kilót. Radnóti Miklós vagyok, Bajáról érkeztem, és bajai halászlét főzök itt a szegediek mellett, a nagybográs tövében. Én úgy gondolom, hogy ízlik a szegedieknek is a bajai halászlé. Kicsikét megijedtek attól, hogy a hal nálunk nincsen filézve. Mi ahogy van a ponty, megpucoljuk, feleszeleteljük, nem filézzük, sózzuk és megfőzzük. Nem passzírozzuk, mint a szegediek. Ebben az évben a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál egy eredeti megoldással rukkolt elő. Parajdról eredeti kősót hoztunk az óriás bográcsban készülő halászlé ízesítésére. A boszorkány hozta a paprikát, a tutajosok pedig a kősót. Ilyen küzdelmes volt régen is a tutajosok élete? Hát lehet, hogy ők valamivel jobban csinálták, de hasonló. Mivel két héttel ezelőtt már lehozták a román barátaink Erdélyből, tehát Gyulafehérvárról már megérkezett ide Szöget fölsőre, úgyhogy most mi csak az utolsó távot teljesítettük, ezt az utóbbi 6-7 kilométert. Tehát a sószállítás régi útvonala, nem véletlen, hogy sóházak vannak itt a Tiszaparton. És a Sóhordó utca volt abban a tengelyben, ahonnan a partról az átvett sót elszállították a szárazföld belsője felé, mert ugye a vízi út szegedik hozzá. Hát először is tesszük bele egy csipet sót. Mennyi só kell egy ekkora bogrács halászléhez? Hát ebbe olyan 30-40 kiló. 30-40 kiló só. Vigyázz, nagy túlsóz. Ebbe egy-két kiló só nem számít. Az örökös halfőző címet, az aki a 7 évet végigfőzte, az megkapta ezelőtt, mikor a 7 év letelt, és akkor 4 ember kapta meg, és utána minden évben ez a létszám szaporodott.